Kedves nézőink, a hírek világa után ismét a televíziós stúdióból köszöntöm Önöket. Úgy fogalmaztunk az elején, hogy a főiskola nem csak oktat, nevelés fegyelmez is a pedagógus hivatáshoz elvárható életvitel érdekében. Az Eszterházy Károly főiskola rangjához nem méltó magatartást szigorú következetességgel szankcionálja a fegyelmi bizottság. A fegyelmi bizottság elnöke pedig dr. Kozár József tanár úr. Köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a stúdióba. Tanár úr, mióta látja el ezt a nem biztos, hogy mindig népszerű feladatot? Én is köszöntök mindenkit. 1994 óta vagyok a Fegyelmi Bizottság elnöke, és azóta vert meg a sors azzal, hogy a főiskola hallgatóinak mumusa lehetek, hiszen hogyha valaki olyan cselekményt követel, ami a főiskolai hallgatóhoz méltatlan, akkor a Fegyelmi Bizottság előtt kell megjelennie, és a Fegyelmi Bizottság ezt a cselekményt szankcionálja. Meglehetősen nagy rálátása van akkor a témára, hogyan ítéli meg a hallgatók életét. Lehet ezt általában megítélni egyáltalán? Hát ha általában kellene beszélnem a dolgokról, akkor azt mondanám, hogy a hallgatók semmivel sem rosszabbak, mint bárhol másutt. Nem is nagyon jobbak, de körülbelül ugyanúgy viselkednek, mint mindenütt máshogy, akár mint a város lakói, vagy akár egy másik felsőoktatási intézmény diákjai, de hát közel 10 000 diákból mindig akad egy-kettő, aki elkövet olyasmit is, amit nem lenne szerencsés. Hála Istennek nincsenek túl sokan, de sajnos előfordul. Úgy fogalmaztunk, hogy a főiskola életéhez méltatlan életet élők. Mit jelent a méltatlan életet élők? Mi ez a méltatlan fogalom? Mi minősül méltatlannak? Gyakorlatilag a felsőoktatási törvényben a 10. fejezet foglalkozik ezzel, és azt mondja, hogy hallgatóz méltatlan magatartás. Ebbe beletartozik mindaz, ami az intézmény jó hírét lejárathatja, ami árt a megítélésünknek. Ilyen lehet például, hogyha valaki közbotrányt okoz a városban, ilyen lehet például, ha valaki jegy nélkül utazik mondjuk a tömegközlekedési eszközökön, és az ellenőr felszólítására mondjuk nem úgy viselkedik, ahogy azt elvárná a közönség. Ilyen lehet, hogyha valaki az albérletében úgy viselkedik, ami megbotránkoztatja az ott lakókat, és ilyen lehet például az is, hogyha egy kollégiumi közösségben úgy viselkedik, hogy a többiek nyugalmát zavarja. Mind a ketten elmosolyogtuk magunkat egy ponton, mert a történet ismerős, hogyha a hallgató jegy nélkül utazik a buszon. Ez egy egész kuriózum történet, ha körülírni lehetne mégis, hogy értse a néző, hogy miről volt szó. Régen történt már, még a 90-es évek elején, hogy egy hallgató nő jegy nélkül utazott a buszon, és az ellenőr ezt észlelte. A hallgatónő azért utazott jegy nélkül a buszon, mert megfeledkezett arról, hogy lejárt előző nap a bérlete, az ellenőr felkérésére átnyújtotta a személyigazolványát, de hát jegy nélkül utazott. Hozzánk a feljelentés úgy érkezett, hogy XY hallgató jegy nélkül utazott a helyjárati autóbuszon, és utána minősíthetetlenül viselkedett az ellenőrrel, ami egy tetleg inzultust is magával foglalt, amit nem kíván. Úgy is lehet mondani, így van. Na most, hát ez nyilvánvaló felháborította az embereket. Amikor viszont a Fegyelmi Bizottság lefolytatta az eljárást, akkor kiderült, hogy az illető ellenőr abban a személyigazolványban, amit átvett, talált egy magánlevelet, amelyet olvasott és amelyre megjegyzéseket tett. A hallgatónő viszont kérte, hogy ezt ne csinálja tovább, hanem adja vissza a levelet, illetve a személyigazolványt, és hát törődjön azzal, ami az ő feladata. És amikor ezt nem tette, akkor hát egy nagyon drasztikus válaszlépés történt. Tényleg lépés, csak egy eléggé magas lépés, úgyhogy ettől függetlenül a hallgatónő nem helyesen viselkedett, ezért a Fegyelmi Bizottság természetesen ezt a tettét szankcionálta, de enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy hát mondjuk ez az inzultus azért is következett be, mert mondjuk a másik fél sem tartotta be azért a magatartási szabályokat, hiszen nem volt joga másnak a magánéletében vájkálni. Nagyon sokan laknak albérletbe például. Mennyire harmonikus ez az együttélés a várossal? Mennyire jellemző az, hogy itt is előfordulnak kritikus esetek? Hát harmonikus is, meg esetenként nem is. Nyilvánvaló, hogy a város számára fontos, hogy jó néhány ezer hallgató itt albérletben dolgozik, vagy albérletben lakik, bocsánat, hiszen ez azért komoly bevételt jelent, és hát nyilván nagyon megérezné a város, hogyha ez a néhány ezer hallgató nem venné igénybe ezeket az albérleteket. Ugyanakkor néhányan vannak, akik az albérletben úgy viselkednek, minthogyha hát semmiféle kötelezettségük nem lenne a bérbevett szobával, vagy bérbevett lakással kapcsolatosan.
És a károkozás ugyan nem tartozik a mi kompetenciánkban, tehát ha valaki kárt okozott, azt mi nem szankcionáljuk, hiszen annak megvannak a megfelelő fórumai, akár bíróság is, de azt a magatartást, ami a károkozáshoz vezetett, azt bizony szankcionálhatjuk, tehát hogyha valakik rendszeresen, mondjuk éjszaka, hát nem megfelelően viselkednek és zavarják a környezetüket, és ezt ez feljelentés formában eljut a fegyelmibizottsághoz, akkor bizony előfordult már olyan, hogy bizonyos kedvezményeket vont meg a fegyelmibizottság az illető vétkestől, de olyan is előfordult, hogy eltávolították az intézményből, mert olyan jellegű volt a tevékenység, és oly mértékben háborította fel a városlakókat, hogy ezt nem lehetett szó nélkül hagyni. Épp erre akartam kitérni, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésükre a fegyelmi bizottságnak. Hogyan tud szankcionálni? Van ennek egyáltalán hatása? Én remélem, hogy van, hiszen ha nem lenne, akkor feltehetően több olyan eset is előfordulna, ami nem nagyon jó fényt vetne a hallgatóságra. Persze hozzáteszem, hogy nyilván nem a fegyelmbizottságnak a tevékenysége az, ami alapvetően ezt befolyásolja, hanem a hallgatók jó érzése és neveltetése. Néhány esetben azonban a fegyelmbizottságra is szükség van. A felsőoktatási törvény 10. fejezetére már korábban utaltam. Ez pontosan leírja, hogy milyen esetekben lehet szankcionálni, és hogyan lehet szankcionálni a hallgató viselkedését. Elsősorban is... Hát a megfogalmazás egy kicsit tág, hallgatóz méltatlan magatartás. Mindaz, ami közbotrányt okoz, mindaz, ami megbotránkozást okoz, mindaz, ami méltatlan mondjuk egy elkövetkezendő tanárhoz, az szankcionálható. Hogy hogyan, miképpen kedvezmények megvonása lehetséges, illetőleg... Ezek anyagi juttatások. Megvonása lehetséges, illetőleg lehetőség van még arra, hogy bizonyos időre tanulmányaitól eltiltsuk. Egy fél év, két fél év, négy fél év, vagy az intézménytől eltanácsoljuk. Erre is volt sajnos példa, hál' Istennek ez nagyon-nagyon ritka. Nem csak a felsőoktatási törvény határozza ezt meg, hanem van az intézménynek egy saját fegyelmi szabályzata, majd pontosan leírja, hogy milyen büntetési tételek szabhatók ki. A legsúlyosabb az eltávolítás. Természetesen jogorvoslata is van ennek, tehát egy másodfokon a rektor úr egy másodfokú bizottságot is összehív, amennyiben fellebeznek a fegyelmi bizottság döntése ellen, de ez általában ritkán szokott előfordulni. És még azt figyeltem meg, nem akarok reklámot csinálni a fegyelmi bizottság tevékenységének, hogy minthogyha másodfok szigorúbban bírálná el a tevékenységet, mint az első fokon a fegyelmi bizottság. Tehát előfordult, hogy súlyosabb ítéletet hozott a másodfok? Elő, nem is egyszer. Nem érdemes föllebbezni ezek szerint. Nem tudom, ezt én nem mondanám, de úgy tűnik, hogy egy kicsit lágyabb szívűek vagyunk, mint kellene. Ördög tudja. Jobban megértő a hallgatókkal szemben. Az aktualizálta egyébként a beszélgetésünket éppen most, mert nemrégiben volt egy fegyelmi bizottsági ülés. Milyen téma került az ülés elé, és mi történt? Ez egy sajnálatos eset, mégpedig azért, mert régóta húzódik. Régóta vannak információk arról, hogy az Almagyar Dombi kollégiumban jó néhány hallgató nem megfelelő módon viselkedik, sőt olyan információk is vannak, hogy időnként mint egy terrorizálja az ott lévő lakosságot, mármint a diákokat. És ez kollégiumon belüli ügy, így van, tehát nem a város és az intézmény, hanem a kollégiumon belül, tehát a többi hallgató pihenését zavarták meg többször, és elég komoly károkozás is történt, ami mondom nem a fegyelmbizottságnak a hatáskörébe tartozik, de láttam fényképet például tönkretett automatamosógépről, láttam fényképet. Mitől ment tönkre? Hogy lehetett? Hát... Azt arról van tudomásunk? Van tudomásunk róla, ez egy eléggé döbbenetes dolog, mert egy kukatartalmát ürítették bele az automata mosógépbe, majd ezt kimosták. Hogy ezt miért tették, ezt nem tudom megmondani, mert észszerű magyarázat erre nincsen. Tehát nyilván túlságosan jól érezte magát néhány ember, és feltétlenül úgy gondolta, hogy ez egy jó vicc. Más kérdés, egy közösséget megfosztott ettől az eszköztől, ami nem is túl olcsó, és hát ezt az eszközt nyilván használni a későbbiekben nem igazán lehet, vagy hogyha lehet, akkor ennek elég komoly anyagi vonzatai vannak. A fegyelmi bizottság nyilván nem tud általában foglalkozni a kollégium lakók életével, hanem egy-egy konkrét esetre és konkrét csoportra, személyre. Most ez mennyi embert érintett? Így van, most is azért tudtunk foglalkozni a dologgal, mert konkrét feljelentés érkezett, 18 nevet tartalmazott a feljelentés, amelyet a gondnoknő, illetve a portások írtak alá, akikkel rendszeresen probléma van. Hozzátéve egyébként, hogyha a portások és a gondnok figyelmeztette őket az észszerű viselkedésre,
akkor általában ezt ők azonnal elismerték, és rögtön mondták, hogy természetesen tudomásul vették a figyelmeztetést, és innentől kezdve ugye hát nem folytatják ezt a fajta tevékenységet, de milyen is a portások, vagy a gondnok elhagyta a szintet, vagy azt a környéket, ahol ez történt, ugyanaz folytatódott tovább. Tehát gyakorlatilag konfrontáció a portásokkal, a gondnokkal nem volt, mindig nagyon udvariasak, nagyon előzékenyek voltak velük, de nem voltak hajlandóak a figyelmeztetésnek eleget tenni, és tovább folytatták azt a cselekményt, ami egyébként a többieket idegesített. Ez lehetett hangos zenehallgatás, ez lehetett a folyosón való labdarúgó mérkőzés, aztán lehetett például a folyosón lévő szemétárolóknak az összetörése, és hát nagyon szomorúan tapasztaltam, igaz, hogy fényképeken láttam, de hát gondolom meg tudnék győzni személyesen is, hogyha fölmennék, hogy például a műanyag padlóban rendszeresen elnyomják a cigarettacsikkeket, ami hát szintén azért nem igazán méltó egy főiskolás, az egy leendő tanárhoz, én úgy milyen gondolom. Milyen döntést hozott a fegyelmi bizottság? A fegyelmi bizottság döntése még nem jogerős, de annyit mondhatok, hogy igyekeztünk kellőképpen szankcionálni ezt a dolgot. Minden esetre a fegyelmi bizottság úgy látta, hogy a kollégiumban nincsen helye olyan személyeknek, akik rendszeresen zavarják a közösség életét, és mindenképpen szankcionálni kell azt is, hogy egy nagyobb közösség, a főiskola közösségét is lejáratja ez a fajta viselkedés, úgyhogy mi a magunk részéről úgy gondoljuk, hogy ezeknek a hallgatóknak egy időre talán lehetőséget kell adni, hogy elgondolkozzanak, és mondjuk egy vagy két fél év múlva folytassák majd a tanulmányaikat. De hogy egészen konkrétan milyen döntés született, mint hogy ez még nem jogerős, erről most pontosan nem tudok beszámolni. Mi kell a jogerősséghez? A jogerősséghez az kell, hogy meg kell várnunk azt az időt, amíg a fellebezés lehetőség van, és amennyiben az érintettek fellebezést adnak be, akkor másodfokon is tárgyalásra kerül a sor, vagy hogyha azzal sem értenek egyet, akkor akár polgári bírósághoz is fordulhatnak az érintettek. Polgári bíróság el is fordulhatnak. És a másodfok nem ugyanaz a fegyelmi bizottság? Nem, természetesen nem is lehet, hiszen mi már egyszer, az a fegyelmi bizottság egyszer már döntött. Tehát az a rektor úr hatáskörébe tartozik, ő nevez ki egy megfelelő bizottságot, akik ezt az ügyet tárgyalják, és hogyha az ellen, a határozat ellen nincs fellebbezés, és eltelik a megfelelő idő, akkor automatikusan automatikusan jogerőssé válik. Így van. Nálunk is most ez van, ez a döntés akkor válik jogerőssé, amennyiben 8 napon belül nem nyújtanak be fellebbezést. Ha igen, akkor egy másodfok fogja tárgyalni. Mennyi időnk van még ebből? Ebből? Hát én úgy tudom, hogy vége felé járunk. Hát ennek a hétnek a végén feltehetően, vagy a jövő hét elején. Pont ez a postától is függ, mert a készhez vételtől számított, tehát nem a mikor döntés kiküldtük. Napja, hanem a... Így van, tehát én már, mint az elnök, aláírtam azokat a határozatokat, amelyek elkészültek, és úgy tudom, hogy postázás állapotában, tehát a postán vannak, tehát rövidesen meg kell érkezniük az érintettekhez. Van-e szerepe a fegyelmi bizottság munkájában a toleranciának, a diák korosztályi jellemzők megértésének, tehát végülis egy másik korosztályról van szó, szokták mondani, hogy mi is voltunk fiatalok, mi is voltunk csibészek időnként. Mi a tolerancia határ? Hogy kezeli? Kell, hogy legyen természetesen, hiszen enélkül megértés nélkül szörnyű lenne az egész, és hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy én egy teljesen problémamentes diák voltam, amikor annak idején még az EGRI főiskolára jártam. Igyekszik az ember megérteni a dolgokat, és amikor egy olyan fiatallal találkozunk, aki azt mondja, hogy igen, hát sajnálom, hogy ezt tettem, és restellem, akkor az ember megértő, és az, hogy jó, hát mindenkivel előfordulhat, hogy félrelép, vagy egyszer nem figyel oda, vagy kisiklik egy pillanatra. Én inkább azért vagyok szomorú, amit az utóbbi időben gyakrabban tapasztalunk, hogy a fiatalok nem vállalják a felelősséget azért, amit elkövettek. Korábban nem volt arra példa, hogyha valaki elé tártuk, hogy ez és ez történt, mi a véleménye róla, hogy nem mondta volna, igen, sajnálom, nem így kellett volna, máskor nem így csinálnám. És akkor az ember igyekszik ennek megfelelően kezelni. De amikor mondjuk például egy hallgatónő azt mondja a fegyelmi bizottság elnökének, hogy ő soha nem hallgatja hangosan a magnót a kollégiumba, sőt, ő végigmegy és minden szobába megkérdezi, hogy hallgathatja, és csak utána kapcsolja be.
hát akkor azért a fegyelmi bizottság elgondolkodik, hogy mennyire veszi komolyan a munkáját az illető, mármint az, aki ezt mondja. Furcsa esetek lehetnek. Volt néhány. Tanár úr, bizakodjunk benne, hogy a bizottság munkájának eredménye is lesz, és hát nem kell sokat ülésezni ők. Én nem tudok jobbat kívánni most önnek. Ez a legjobb, hogy nem kell sokat ülésezni. Reméljük, hogy nem kell majd a későbbiekben sem. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és közreadhattuk ezeket a híreket, információkat, már csak azért is, mert ez is a főiskolánk szakmai hírnevéhez tartozik, hogy igenis ügyelünk arra, hogy a hallgatóhoz méltó életet éljenek az itt levő polgáraink, főhallgatói polgáraink. Hölgyeim és uraim, mi akkor a következő témáig vessünk egy pillantást az Esterházy térre.